Most jött el az a pillanat, hogy az MSZP képviselőcsoportjának megadjam a szót. Jelesül Tóbiás József képviselő úrnak, aki magáncsőr egy komplex megoldás tésze címmel fogja el a napirend előtti felszólását elmondani. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ötödik éve ígéri a Fidesz és a KDNP, hogy megalkotja a családi csődvédelem szabályait. Önök öt éve arról beszélnek, amiről az imént éppen Harag Péter frakcióvezető úr beszélt. 2009 óta önök arról beszélnek, hogy egyszer majd be fogják nyújtani a családi csődvédelemről szóló törvényt. A mai napig nem történt meg. Önök beszélnek, de ebben az értelemben nem cselekednek. Pedig a megalkotása ennek a törvénynek soha nem volt olyan aktuális, mint ma. Mert tisztelt képviselőtársaim, attól, hogy április 6-án volt egy választás, az politikailag lehet, hogy elrendezte a mai üléssorokat, de nem rendezte le a társadalmi problémákat. Ugyanúgy ma családok százezrei fizetnek évente 100 000 forintot az állam kasszájába, Európa legmagasabb áfájával, az Orbáni adókkal, a chipsadóval, a telefonadóval és társaival. Több százezer család nem tudja fizetni a számláját, 1,4 millió ember nem tud megfelelő fűtésű lakásban lakni. Több százezer deviza hiteles család fizeti elviselhetetlenül magasan a törlesztő részleteket, 20%-kal gyengébb ma a forint a devizához képest, mint 2010-ben volt. Önök, tisztelt képviselőtársaim, ahelyett, hogy valódi megoldásokat nyújtanának a családok eladósodottságának kezelésére, hogy érdemi segítségeket nyújtanának az önhibájukon kívül bajba került devizahiteleseknek, megint csak ideiglenesen, tüneti kezeléssel álltak elő a benyújtott törvényjavaslatukkal, egyébként pedig tétlenül várnak, hol a szabadságharc, hol várnak arra, hogy Brüsszelben mind döntenek, hol várnak arra, hogy a kúria mit dönt, miközben a megoldás 5 éve az asztalukon van. Az önök állítása szerint is, a ház irománynyilvántartójában nyilvántartójában egyértelműen, hogy az elmúlt 4 évben 4-szer nyújtotta be a Magyar Szocialista Párt a magáncsőd intézményéről szóló törvényjavaslatát, amely pontosan azoknak segít, akik átfogó módon, önhibájukon kívül, munkahelyük elvesztésével, úgymond jövedelmük radikális visszaesésével kerültek abba a helyzetbe, hogy képtelenek az eddigi megállapított szinten finanszírozni az adósságaikat. A magáncsőd intézményének bevezetését a hitelező jó indulatán múlóan mai napig úgy dől el, hogy az adós azon áll vagy bukik a jövedelme, a családja, az egzisztenciája, hogy az, akinek tartozik, az milyen szándékkal viszonyul az adósságnak a rendezéséhez. Az a javaslat, amely a mai napon is az országgyűlés előtt van, nagyobb esélyt nyújt a megegyezésre az adós és a hitelező között, de úgy, hogy biztosítja az adós és családja számára az újrakezdés lehetőségét, visszatérését elsősorban adófizető állampolgárként is a jelenlegi rendszerben. Az adósság rendezési eljárás bevezetésének pontosan az a célja, hogy megkapaszkodhassanak ezek az emberek, ezek a családok, és ne legyenek földönfutók, és ne legyen fedél nélküli társadalomnak a növelő táborának tagjai. Tisztelt képviselőtársaim! Önök az elmúlt hetekben, napokban többször beszéltek arról, hogy a rendszerváltás befejezetnek tekinthető. Mondta a köztársasági elnök, mondta a miniszterelnök, elhangzott a ház falai között is. Szeretném mondani, hogy attól, hogy a politikai rendszerváltást önök befejezetnek tekintik, adósak vagyunk mindannyian a társadalmi rendszerváltás befejezésével. És egyetlen egy pillanatra sem lehet olyan fennhéjázó módon arról beszélni, hogy valamit már befejeztünk, ha csak magukat fejezték be. Ma 4 millió ember vár arra, hogy a társadalmi rendszerváltás is befejeződjék. És lehet, hogy nem az egyedüli és a legüdvözítőbb megoldás a magáncsőd intézménye, de egy rész, egy nagyon fontos része annak a komplex megoldásnak, amellyel e ház falai között az elmúlt 4 évben többször vitatkoztunk. Eljött tehát a cselekvés ideje, és arra kérem önöket, hogy vegyék tárgysorozatba, és vegye napirendjére a ház.
még akár a mostani moratórium törvényével megegyező módon, hogy kialakulhasson egy közös, kompromisszumos javaslat azok érdekében, akik április 6-a után is azt várják e ház falaiban, a többségtől, hogy érdemi intézkedésekkel, hatható segítséggel legyenek az érintettek irányába. Köszönöm szépen!